A keleti sztyeppékről hozták magukkal a hunok a birkafőzés tudományát. Magyarországi szálláshelyük, a Nagykunság a térség legnagyobb állattartó körzete volt, így új hazájuk is alkalmasnak bizonyult egy kulináris hagyomány megőrzésére. Azért fontos, mert finom birkapörköltet főzünk. De egyébként a társaság, olyan családok jönnek össze, akik talán szét vannak szórva a világ vagy az ország másik részén, és ilyenkor barátok, családtagok összejönnek, és közösen főzünk, és közösen a finom birkapörköltet elfogyasszuk. Számos hagyomány van felvonultatva ilyenkor a rendezvényen. Miért lényeges ez? Őrizzük a hagyományainkat, mert az ember gyökértelenül csak tengleng a világba. És azért jó itt a Nagykunságban, Karcagon is, mert őrizzük azokat a hagyományokat, amiket apáról fiúra száll. Én is a szüleimtől, nagyszüleimtől tanultam, és adom át az én fiaimnak is ezeket a hagyományokat, és bízom benne, hogy 100 év múlva is Karcagon és a Nagykunságban főznek nagyon finom birkapörköltet. A Hungarikum mellett karcagi birkapörkölt hagyományos elkészítéséhez tartozik, hogy a birkatestet egyszerre főzik öntött vaslábasba. Az ízesítéshez kizárólag vöröshagymát, paprikát és sót használnak. Az első és legfontosabb, hogy szeretjük a jó birkatestet és a jó birkapörköltet, de ezen túlmenőleg van ennek egy nagyon komoly üzenete is, hiszen az elmúlt 30 évben ez a rendezvény nem csak Karcag városnak vált egy központi, turisztikai és nyárindító rendezvényévé, hanem a régiónak, sőt nyugodtan mondhatom, hogy Kelet-Magyarországnak. Ez a rendezvény azt üzeni, hogy ragaszkodunk a hagyományainkhoz, a hagyományokat tiszteljük, tovább akarjuk örökíteni. Szeretnénk, hogyha ezeket a hagyományokat a gyermekeink, az unokáink is magukénak tudhatnák, és ezzel talán azt is üzenjük, hogy azt a legősibb dolgot, amit egy asztal körüli közösségi összegyülekezés, étkezés jelent, azt a hagyományt érdemes mindenkinek naponta, akár családi vagy nagyobb közösségi szinten is gyakorolni. Hiszen tulajdonképpen, amikor annak idején az őseink valahol távol keleten megfőzték az első jó birkapörköltet, akkor valószínűleg ugyanúgy ülték körül azt a kondért, mint ahogy most itt sok-sok kondért körül ülnek a itt megjelentek. Úgyhogy érezzük jól magunkat, szerencsére a vihar tegnap este elvonult, mindenkinek kellemes itt tartózkodást kívánok majd. A karcagi jelző elsősorban nem a pörkölt elkészítésének helyszínét, hanem annak módját jelöli. Hát titokról nem beszélhetünk. Jó alapanyagú birka legyen egy jó szájízű főző, hagyományos fűszerek, jó száraz akászú, és akkor kész a főző. Tehát titok nincsen. Tehát a fűszerek ugye visszamegyünk az ősidőkbe, tehát vagy az őseinkhez, tehát akkor még nem voltak ilyen kiegészítő. Tehát kimondottan csak a hagyományos fűszerek, vörös hagyma, fokhagyma, száraz, csöves paprika, tört paprika, abból többfajta, minél többfajta tört paprika van benne, annál ízletesebb a birka. Bár nem szokásos külön megemlíteni, a fakanálnak is komoly szerepe van. Ha elborul, akkor gulyásleves lesz belőle, ha megmarad benne, akkor valószínű pörkölt. Idén 200 vaslábasban, kasztrolyban készült a Nagykunság emblematikus étele. Több mint 200 nevezője, illetve résztvevője volt, vagy helyszíne volt, ahol főztek birkapörköltöt. Azt, hogy hány lábasban főtt, azt igazából csak satszolni tudjuk, de biztos, hogy elérte a 300-at a lábasok száma. És ahogy körbe jártam én is, ott az ebéd idő környékén szinte mindegyik üres volt. Ha megkérdeztük volna azt, hogy ki az, aki nem evett birkapörköltöt, tegye fel a kezét, akkor nem hiszem, hogy sokan fölemelték volna, tehát én bízom abban, hogy mindenki megtalálta a kedvére valót. És ha azt kérdeztük volna meg, hogy evette valaki rossz pörköltet, akkor biztos vagyok abban, hogy azt mondták volna, hogy nem, hiszen akkor nem fogyott volna el. Tehát nagyon sok helyen főtt a pörkölt, nagyon sok helyen el is fogyott, szinte mindenhol, tehát biztos vagyok abban, hogy mindenki jól lakott, és mindenki megtalálta a kedvére valót ebben a mai napban, legalábbis ami a gasztronómiát illeti. És nyilván ugye különböző programok kapcsolódtak hozzá, kulturális programok, kirakodó vásár, tehát aki nem csak az ételeket jött kóstolni, vagy a birkapörkölt ízét megkóstolni, az is szerintem megtalálta azokat az érdekességeket, amire ő vágyott a mai nap. A Birkafőző Fesztivál ezúttal is több ezer vendéget vonzott a Nagykunság fővárosába.